a pepszin emésztő hatásának a vizsgálata. Ugye a gyomorban található meg a pepszin, ami sósav hatására aktivizálódik, a fehérje bontásban van neki nagyon fontos szerepe, ugye a fehérjéket apró peptidekre bontja. Ebbe a kísérletbe előzőleg készítettem tojásfehérjéből egy... Előzőleg én már forraltam fel tojásfehérjét, ezt fogjuk használni a kísérlethez, illetve előzőleg én ezekből a tojásfehérjékből raktam be mindegyik kémcső aljára egy körülbelül ugyanakkora méretű darabot. Oldatokat is előkészítettem. Előkészítettem egy 0,1 mol per köbdeciméteres sósav oldatot, egy 0,2%-os sósavas pepszin oldatot, illetve egy lugos kémhatású oldatot, nátrium karbonátot, a pin pedig 0,5 mol per köbdeciméteres. Négy darab kémcsövünk van. A kísérlet leírásnak megfelelően az első három kémcsőbe 0,2%-os sósavas pepszin oldatot fogok önteni, mindegyikbe 4 köbcentimétert, és a negyedik kémcsőbe pedig a 0,1 mol per köbdeciméteres sósav oldatból fogok tenni 4 köbcentimétert. Pontos kiméréshez szemmagasságba emelem a mérőhengert, figyelem a meniszkuszt. Harmadik kémcső, és a negyedik kémcsőbe pedig 0,1 mol per köbdeciméteres sósav oldatot fogok tenni, tehát ebben nincsen pepszin. A második kémcsőbe rakunk majd indikátorpapírt. És annyi nátriumkarbonátos oldatot fogok hozzácseppentenie ehhez a kémcsőhöz, hogy az indikátor papír színe ugye a lugos kémhatást mutatja, vagy mutassa, amit ezen az indikátor skálán tudunk majd nyomon követni. Látható, hogy ugye a savas kémhatást megszüntettük, és az indikátor papírnak a színe átváltott lúgos kémhatású tartományba. A harmadik kémcsővel pedig egy kis melegítést fogunk végrehajtani. Ehhez borszaszégőt fogunk használni. Nem kell teljesen felforralni, elég jól felmelegíteni. Ugye a melegítés közben figyeljünk rá, hogy folyamatosan mozgassuk a kémcsőben lévő folyadékot, hiszen a kémcsőben nagyon gyorsan fel tud forrni egy adott folyadék, és mint egy ágyuként lő ki a kémcsőből, úgyhogy a kémcső melegítések nagyon veszélyesek, erre figyeljünk oda. Jó, érzem, már látszik is egy-két buborék, hogy felmelegedett. A borszaszégőt szabályosan eloltjuk. Tehát itt van a négy darab kémcsövem. Az első háromban sósavas pepszin oldat van, ugye? Az első kémcsővel tulajdonképpen nem csináltunk semmit. A második kémcsőnek elvettük a savas kém hatását egy kis nátriumkarbonáttal, ez látható is ugye az indikátor papírunk segítségével. A harmadik kémcsőben lévő sósavas pepszin oldatot felforraltuk, felmelegítettük, és a negyedik kémcsövünkbe pedig csak sósav, 0,1 mol per köbdeciméteres sósav oldat van. A kísérlet folytatásában most körülbelül egy maximum 60 percre
berakjuk ezt a négy kémcsövet egy 37 fokos vízfürdőbe, amit előzőleg már ide készítettem magam mellé, és 60 perc múlva megnézzük, hogy mi történt a négy darab kémcsővel, illetve a benne lévő tojásfehérjékkel. Hatvan perc elteltével kivesszük a négy darab kémcsövünket a 37 fokos vízfürdőből. És megvizsgáljuk, hogy mi történt az egyes kémcsövekkel. Az egyes kémcsőbe ugye sósavas pepsinoldat volt, illetve tojásfehérje, látható, hogy egy nagyon kicsi tojásfehérje van az alján, tehát tulajdonképpen a fehérjét sikerült elemésztenünk. Ugye a második kémcsőben a sósavnak a savas hatását megszüntettük ugye a nátriumkarbonáttal, ezáltal nem aktiválódott a pepsin, így látható is, hogy a fehérje itt úszik a tetején, tehát itt nem sikerült az emésztés. A harmadik kémcső, ugye felmelegítettük, felforraltuk, ezáltal a pepsinnek a hatását kiiktattuk, a forralásra inaktiválódott a hatása, és itt is nagyon jól látható, hogy a fehérje ott úszik bent a kémcsőben. A negyedik kémcsőbe ugye csak sósav oldat volt, 0,1 mol per köbdeciméteres sósav oldat, pepsin nem volt benne, így itt sem következett be a tojásfehérjének az emésztése. A kísérletet elvégeztük, ez alapján pedig most töltsétek ki a munkafüzetnek a feladatait.